sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit, Dombóváról. Itt éppen az állomás előtt kiállított Gőzösnél vagyunk, és ismét egy vonalbejárás lesz majd. Épp pedig a 49-es vonalat fogom folytatni, viszont most Dombóváról. Hát mivel egy órát késett a vonat, amivel ide jöttem, szerintem Dalmandig, ahogy terveztem, nem fogok eljutni. Tehát Nagykondáig lesz a bejárás. De bár aztán meglátjuk, hogy haladok. Hogy megkockáztatom, mert 16 óra, azt hiszem 10-kor indul a busz vissza Dalmantól, és az az utolsó, amivel vissza lehet jönni, tehát majd ha elértem Nagykondáig, akkor majd újra tervezem a helyzetet, hogy akkor most ott szállok fel ugyanarra a buszra, vagy pedig megkockáztatom és elmegyek Dalmandig. És akkor egy nagy kerülővel tudtam csak ide jönni, de itt van, megtaláltam. Ez volt a 49-es. És eddig megvan. Én úgy tudom, hogy 1992-ben kezdték a sineket felszedni, de ennek majd még utána fogok nézni. Az utolsó menetrend szerintem volt 1990 április 1-én ment, legalábbis ablakos teherforgalom az még egy ideig zajlott a vonalon. Többek között a kivonuló szovjet csapatok is használták, de erről is mindjárt majd mondok pontosabbat. És itt a nyomvonal az így adja magát most még egy darabig. Mellettünk pedig itt van még mindig a 40-es. Ugye a Budapest-Pécs vasútvonal, és arrafele van Dombóvár. Hát közben azért egy-két dolgot így megtudtam Vacsora Jánosról ezúton, és köszönet az információkért. 1991. októberéig volt teherforgalom, mert a Dalmandi gazdaságnak az iparvágányát kiszolgálták Dombóvár felől, és 1994-ig még selejtezésre váró teherkocsikat is tároltak a Dombóvárt a másik szakaszon, de mellékvágányokon Dalmandon, de a nyílvonalon is, például Nagykonyi és Kocsola között is a szakaszon tele volt ilyen selejtezésvel a teherkocsikkal a nyílt pálya is. És ezeket 1994 végén ugye vontatták el innen, és 1995-ben hivatalosan elbontották a pályát Dombóvár és a másik között. Na, látjátok, ez az, amire nem gondoltam volna. Sinek. Pedig ezt hivatalosan is felbontották ezt a szakaszt, és mégis. Itt van ott egy darab vágány. Sőt, itt volt egy átere, ezt még a talfák is megvannak. Ezen a szakaszon valamiért ezt nem bontották el, ezt a sínszálat. Ezt nézzétek, és itt is végig megvannak a vágányok, viszont azért az is látszik, hogy ezek bizony ilyen függönykard és kisísinek, 23 kilósak. És ez már akkor is az volt, amikor bezárták a vonalat, és ma akkor sem volt jó állapotban, erről van videó. Hát igen, ez volt egyben kész. És akkor viszont itt még nem volt beépülve, most meg állom, most halljátok, mindenki beleugat a videóba, minden háznál van egy kutya, és az összes itt van már. De akkor itt még ez az utca nem létezett. Ez 1990 óta lett ez a környék beépítve. Na ezt nézzétek, bizony itt ment a 49-es, megmaradt az áteresz. És erről jött a vasút. És egyébként errefele jártok akkor óvatosan, mert van egy kutya, amelyik ki tud mászni a kerítésen. Nem veszélyes, meg nem barátságtalan, de mégis kimászik és megugat. Tehát jobban jártok majd, hogyha valaki lehetne erre jár, hogyha ezen az utcán kerül, így. Én átjöttem itt, de mondom, itt egészen idáig a sarkamban volt a kutya. És errefele pedig már a nyílt vonal megy. Tehát ott, itt a földút mentén ment a 49-es, és akkor itt még egész jó a helyzet, mert ahogy látom, hogyha ilyen lesz végig, akkor ez sima ügy lesz. Bár azt hallottam, hogy Nagykondáig nagyjából erre lesz számítani, hogy utána gazosodik el. És akkor ezt nézzétek, erről jöttem itt még, az egész jól lehet arrafele követni, hogy már eljött a vasútonnal, viszont itt azért volt egy kis dilemma. Hát így gondoltam arra, hogy esetleg itt tovább ment egyenesen, és a földút azért, de nem, hanem a földutat követte, tehát itt a térképen, hogyha vetünk rá egy pillantást, igen, mutatja, hogy tovább ment a földúton, tehát itt volt benne egy kunkor, nem itt nyíl egyenesen ment. Tehát ez tényleg itt a töltéseire épült, vagy hát ugye felbontották a pályát, és akkor maradt ez a földút itt mellette. Úgyhogy nincs más dolgom, mint ezt követni. Ezt nézzétek, na ezt nem tudom hova tenni. És itt van egy híd, aminek hiányzik a közepe, és ez elég keskeny, tehát ez mintha egy kisvasúti híd lenne. És egyébként volt Dombóváron kisvasút, de hogy pontosan merre, azt nem tudom. De ez lehet, hogy egy kisvasútnak volt a hídja, ami még Dombóvár állomásról indult, és logikus is lenne, és itt ment tovább egyenesen. És ez pedig lehetett egy töltésmaradvány a kisvasúton.
Hát nem tudom, utána elnézzek. És itt van még egy áteresz. A vonal pedig, látjátok, hogy onnan jött. És ugyanígy a földút megvan a helyén, ezt simán lehet követni. Eddig akár biciklivel is jöhettem volna. És ezt nézzétek, van egy emléktáblája is a 49-es vonalnak. Korabeli képekkel, nem semmi ez. Na, erre viszont végképp nem számítottam, hogy még ilyennel is fog találkozni. És bizony erre fele jött. Itt besatlakozik egy másik földút is, de ez egy az egyben a vasút helyén megy. Sőt, ott ha jól látom, van még egy tábla. Na, megyek, megnézem. Egyébként körülbelül itt az egykorű azért, távolság felét már megtettem, tehát a következő az nagy konda lesz. Körülbelül 4 kilométerre. És a 4 kilométert már jöttem Dombóvártól. Aha, úgy látszik, hogy egy turista útvonalat csináltak ide a egykori vasútvonal helyén, és itt például Lijézs Gyula portréja van. Életemben Dombóvár volt az első város. Aha, hát valószínűleg ezért igen, mert ja, itt van, hogy gimnáziumba járt Dombóváron, nem ott született tábla szerint, de mindegy is. Szerintem lesz még akkor egy pár ilyen tábla, na de gyerünk tovább. Engem elsősorban a vasút érdekel. Ja, látjátok, még az ágyazatból némi maradvány megmaradt. És ezt nézzétek el, jöttem, és itt egy pihenőhely is van. És itt van még egy tábla, volt még egy pár a kereken, de a vasúthoz egyik sem kapcsolódott. És errefele meg irány a töltésen tovább. Egyébként az eredeti terv egyébként az volt a vasúttal, hogy Tamásitól Dombóvárig megépül a vasút helyén a kerékpárút. Na most ebből az lett, hogy kb. 2009 környékén megépítették az első 6 kilométert párig, és utána semmi. Tehát a tervek már megvoltak, úgy 12-13 évvel ezelőtt már, de párig az első lendületből eljutott, és azóta semmi. De most megint azt hallottam, hogy jövőre elkezdik újra valameddig a bicikli útat, hát aztán majd meglátjuk, hiszem, ha látom. Egyébként jó lett volna, hogyha megcsinálják, mert akkor ugye biciklivel könnyen bejárható lenne. Mondjuk igazából eddig, ameddig most jöttem Dombóvártól, szintén jöttem volna biciklivel is, mert látjátok, hogy simán járható. Viszont nagy konda után kíváncsi leszek majd. Egy kereszteződéshez értem, és mutatom. De egyébként a tájat is érdemes nézni. A vasút innen jött. Itt keresztezi egy földút. Itt pedig van némi törmelék. Ez lehet egyébként, hogy valami őrház lehetett itt, és pályát bontottá, hogy hát akkor onnan maradt meg, amikor a vasútat felszámolták. De valószínűbb, hogy csak simán egy pár betontömb. És arra fele tovább. És egy szép bevágásos szakasz. Egyébként nagy konda felé itt fordul be a vasút, vagyis annak a nyomvonala. És már csak pár kilométer. És látszik itt azért egy elég nagy ívod, és ezt egyébként felismertem abban a videóban is, ami 1990-ben készült, az akkor még meglévő pályán, és még a személyforgalomnál. Egyébként Dombóvár és Dalbont között, ami 16 kilométer, hát egy olyan 40 és 45 perc alatt tette meg akkor a BZ az utat. Hát nekem egy kicsit több kell. De hát azért látjuk, hogy akkor sem volt ami hú de nagy sebesség a vonalon. Tehát a megszüntetés ez is hozzájárult. Ugye hát abban az állapotában nem is lett volna életképes, viszont fel lehetett volna újítani. És egy Dombóvár Pécs tengely az még mai napig is jól működhetne így interrégió vonatként. És a bevágás után következik egy erdei szakasz. Ezt nézzétek, ilyet se láttam még. Ez egy megmaradt szelvénykő a vasút mellett, és új funkciót találtak neki. Na, hát itt Dinamenti csata 1919. szeptember, tehát tettek rá egy táblát, és átminősült emlékműnek. Ötletes mondjuk. Hát a másik oldalt már a szám lekopott. De bizony ez a 49-es vonalhoz tartozó egyik szelvénykő volt, ami megmaradt. És látjátok, hogy itt
Tehát ott még egy-két helyen még a talpfáknak a nyomai is látszanak. Nem tudom a videó mennyire adja vissza, de itt vannak bizonyos mélyedések, tehát ez pont, hogy így tisztán kivehető így, hogy hol voltak a talpfák. Nem tudom, a videóban lehet, hogy nem látszik ez olyan tisztán, viszont látjátok, itt nyílegyenes, megvan a töltés, és kalban van tartva. Tehát ez biztos, hogy valaki gondozza meg, különben már régen bekoszosodott volna. 1995-ben szedték fel a sineket, azóta eltelt 25 év, vagy már lassan 26. És egyébként még hallatszik itt a vonatzaj a háttérben is, tehát itt még a 40-es vonal sincsen messze, egyébként ott jobb oldalt arra fele van. Most éppen elcsattok egy tehervonat. Nem tudom a videó mennyire fog hallatszódni, de maximum egy kilométerre lehetek a nagyvasúttól is. És ezt nézzétek, itt van a 49-es vonalnak egy hídja. És hát itt tényleg egy műút felett megyünk át. Úgyhogy lehet, hogy ez volt az, amit a térképen néztem, és a másik az csak egy előletlen volt. Úgyhogy lehet, hogy mégis a Google-nak volt igaza, és nem nekem. És egyébként innen jöttem, a vonal az így legyenesen ment. És nézzétek ezt a feliratot. De hát nekem meg át kell rajta menni, mert máshol nem tudok. Egy távíró, póznának a csonkja, az megmaradt. És érdekes módon ez az egy. Tehát még azt is el tudom képzelni, mivel más nem találtam errefele, hogy nem a vasúthoz tartozott, hanem egy teljesen más féle vezeték volt rajta, ami csak átívelt a vasúton. És amikor megszüntették, akkor a pózna itt maradt, és a fa anyagát meg azóta ellopták. Hát eddig ilyen volt a pálya. Innestől meg már egy kicsit gazosabb. De még ez se tűnik olyan nagyon veszélyesnek. És itt vagyunk Nagy Konda állomásnál. Aztán ez egy kétvágányos volt itt. Első vágány, második vágány. És itt egyenesen ment tovább a vasút. Nagy Konda felvételi épülete itt van, és egyébként megálló rakodóhely volt. Tehát volt itt egy rakodóvágány, de azt már 1990-ben felszették, vagy legalábbis már akkor se volt meg. Az átmenő vágány látszik, hogy hol ment, és itt volt valahol a rakodó, de mondom, hát az meg ott a WC volt, és mondom, hogy 1990-es videófelvételen sincs már meg a rakodó. Tehát azt valamikor korábban felszedhették. És hát itt volt Nagy Konda, hát innen még Dalmond egy olyan 6 km. De hogyha ilyen lesz az út, mint eddig volt, akkor az sima ügy. Csak hogy lássátok, hogy ameddig a szem ellát, addig jónak tűnik, és lehet menni. Hopp. Itt megvan egy csúszda. Na ez hogy került ide? És egyébként az érdekesség az, hogy tudjátok, hogy ez a megálló se volt egyébként rossz helyen, mert itt vannak rögtön az épületek, még nem tudom, hogy mekkora község, de térképen nem látszott nagynak. Ez a hát Nagy Konda nevével ellentétben, viszont buszjárat ide nincsen, hanem innen ki kell sétálni egy bekötő út szélére a busz megállóig. Tehát az biztos, hogy ők mindenképpen veszítettek a vasúttal. Nem tudom, hogy hányan laknak itt, de nekik nem volt jó, hogy megszüntették, mert sokkal közelebb volt itt a megállóhely, mint a busz. Mert itt körülbelül egy olyan 200-300 méterre van egy főút, és onnan vezet ki ide egy bekötő út a térkép szerint legalábbis, most nem néztem meg, de visszafele úgyis busszal fogok jönni, akkor majd megnézem. Tehát, hogy addig lehetett menni. Vagyis hát, na, szóval onnan van a busz megálló. Tehát addig mindenképpen ki kell sétálni. Kicsit olyan, mint Küzéköncsök helyzete, ahol a vasúti megálló az kb. 100 méterre volt ott a tanyaközponttól, meg az épületektől. Busz megálló, meg ott ráadásul olyan 2-3 kilométerre a bekötő út szélén van. Ezt nézzétek, ez igazi hangulat. Mintha alagútba menne a vonal, itt a vonal, de tényleg. A Kemencei Vaki kisvasúton láttam hasonlót. Ez igen. És itt volt egy ív a pályába, de utána megint egy darabig egyenes lesz. De már régen volt bejelentkezés, úgyhogy hajrá, de hát igazából azért nem volt, mert azon, hogy egy ilyen úton, mint ez, sétálok előre, és tényleg csak egyenes van, mert maximum egy-két szelvénykő, amire ilyen első világháborús dátumokat írtak. Szóval egyet találtam, de aztán később jutott eszembe, hogy nem filmeztem le, csak fényképeztem, amin nem volt ilyen dátum, de mindegy, a fényképek között megtaláljátok, ha nagyon akarjátok, de sok érdekesség azon sincsen, mert a
felirat az lekopott rajta, úgyhogy nem láttam, hogy milyen szám van. De egyébként ugyanilyen út van végig, tehát hogyha ha ez Dalmandig meg lesz, akkor simán. Bár igazából már muszáj elmenni Dalmandig, mert nagyon visszafordulni már nem tudok. Hát visszafordulni lehet már csak kiszállni máshol nem, mert úgy láttam, hogy út az nincsen. Maximum ilyen földutak, amik kivezetnek a műútig. De ha ilyen lesz végig, akkor ez a 16 óráig simán beérek, és hát egyrészt akkor kezd el sötétedni, másrészt akkor fog jönni a busz. Na tessék, nézzétek, még egy szelvénykő. PLZ, ez biztos valami horvát. Igazából egy magánhangzó van benne, és az is egy ebetű. Haladok tovább, szerintem majd Dalmadnál lesz egy nagyobb bejelentkezés. Addé maximum ilyesmi. És egyébként egy kis érdekesség még innen, hogy nincsen térerő. Itt körülbelül egy olyan 50 méter óta nincsen. Tehát itt van egy fehér folt a Telekom hálózatába. Nem, hogy 4G, meg 3G, 2G, semmilyen G nincsen, vagy egyáltalán azt mondja a telefonon, hogy nincs szolgáltatás. Na ezt nézzétek. Itt van még mindig a töltés, és ezt nézzétek, milyen magas töltés van itt. Viszont legalább rendesen ki van pucolva itt. Biztos, hogy egyébként jobban el volt ez gazosodva. De lehet, hogy már a kerékpárút építésnek az előkészületei miatt gazolták ki. Vagy itt még használják útként. Viszont eddig nagyon jó követhetőség. Itt jelez a térképen egy patakot is, ami felett most átmegyünk, de a patak az úgy látszik, hogy elment valamerre, mert nincs itt. 1916. június 4-e. 4 évvel Trianon előtt. De eddig, ameddig a szem ellát, még különösebb gaz nincsen, úgyhogy nyílegyenes és teljesen jó pálya. Tehát, hogyha valaki vagy csak ezt nézi meg, vonalbejárós videóként, és úgy gondolja, hogy hát ez milyen könnyű itt egy bezárt vasútvonalon sétálni, hát a legtöbb sajnos nem ilyen. De ez az üdítő kivétel. Én is rosszabbra számítottam, bár azt hallottam, hogy Nagy Kondáig meg van csinálva, mert azt kiránduló útnak használják, meg ugye bicikli út is, ott már az elkészülete van viszont. Utána azt hallottam, hogy majd a Kabókapusztától akarom folytatni, Tamási fele, meg Dombóváról is, úgy Nagy Konda után már bajok lesznek, mert sokszor csak mellette lehet menni a pályán rajta, nem? Hát eddig ez nem jött be. Aztán reméljük még egy darabig így marad, mert innen már csak pár kilométer Dalmand, és hát addig már muszáj eljutnom. Tehát, hogy hatalmas kerülővel, akkor nagy kerülővel, de most már el kell mennem addig. Ezt nézzétek, itt volt a út mellett. Ez bizony egy porcelán szigetelő. Ez a távíró póznám volt rajta. Itt volt egyébként, innen szedtem ki. Ez pedig itt egy talfa, annak a maradványa. Ott előttem pedig van ismét egy szelvénykő. Csataputna melléken, 1917. És ott van egy megint a vasúton, szerintem ott fordult Dalmand felé. Szóval eddig jött a földút, és itt követte azért az egykori vasutat, az biztos. A földút errefele elkanyarodik. Viszont most megnéztem a térképen direkt, hogy biztos jól tudom-e, de erre, itt ment a vasútvonal, tehát én is erre fogok menni, és eddig úgy tűnik, hogy különösebb baj nincs az úttal. Ugyanilyen jól járható, mint eddig. Nézzétek, itt van még egy szelvénykő. És itt már, nézzétek meg, kicsit durvult a helyzet. Ezen volt nehéz átjönni. Mert meg innen már vannak akácok is. De talán ez még így annyira nem vészes, csak egy-két ilyen durva helyzet van benne, de tovább. Hát ha nagyon muszáj, akkor meg majd kimegyek ide a szántóföldre mellette. Az meg jó saras, de hát ott legalább lehet haladni. Ezt nézzétek, onnan jött a vasút. És eddig volt jó világ, azért volt mellette egy földút, amin tudtam jönni. Gyártok, némi talfa azért még itt az átjáróban megmaradt, és abba a gazba folytatódik tovább. Ja, megnézem mellette az a földút, meddig járható. És itt van még egy szelvénykő, de nem látszik, hogy mi van ráírva. Talán 76 az eleje. Az lenne a logikus. Ha, sikerült egy bozótos szakaszt átküzdeni. Részben mellette a szántáson, meg részben a földúton, viszont innen egész jó. És egy darabig még úgy látszik, hogy ilyen is marad, ami
Nagyon jó, mert most nincs hova kerülni. Legalábbis nagy kerülővel, mert mind a két oldalt erdő. Viszont már annak kb. Másfél kilométerre, szerintem annyira sincs Dalmand. Nagyon közel kell már lennie. És egyébként Dalmandon is a település határán van az állomás, tehát a szélén nagyon. És még a buszmegállót is meg kell utána találni. Ami meg valószínűleg a központban lesz, bár nem nagy település, ugye sokat szerintem most csak kell sétálni. Nézzek, ott vannak a sinek, közben csak kijöttem az útra. És arrafele van tovább az állomás, viszont azt most nem tudom megnézni. Mert negyed órán van a buszig, ami viszont a másik irányba van. Úgyhogy majd ha legközelebb innen folytatom a bejárást, akkor ezt a hiányzó szakaszt, ezt akkor le tudom. Hát közben itt vagyok ismét Dombóváron, és a Diplorónai fog érkezni oda, a 4-esre. Egy olyan kb. Negyed órán belül. Hát sajnos a Dalmandi felvételi épületre és magára a vasútállomásra nem maradt idő, mert sietni kellett a buszhoz. Hát így is éppen elértem, hát egy olyan 4-5 percen múlt. Viszont azt meg el kellett, mert a következő az egyrészt messzebbről is indult volna, ki kellett volna menni a főútig, és akkor oda ugye bekötő út végéig, és ott megvárni. Meg ráadásul szó szerint Tolnád Baranyát bejárta volna. Ez a busz ez közvetlenül egyenesen ide jött Dombóvára, és egy ilyen 20-25 perc alatt itt is volt. Na most az a másik busz az meg először elment volna Kocsolára, ott át kellett volna szállni egy másikra, meg megint, tehát az meg egy olyan több mint egy órás menetidő lett volna, és akkor nem, hogy ezt az intercity-t, mert a következőt is lekéstem volna. Tehát a vége az lett volna, hogy este 10 felé érek a keletibe. Ezzel pedig 19 óra környékén már ott leszek. Tehát ezért gondoltam úgy, hogy legközelebb, hogyha folytatom a 49-est Dalmantól, akkor elsétálok a Vasút utca végéig, és onnan kezdem. Vagy esetleg elmegyek tényleg ugye addig a pontig, ahol ugye egyenesen tovább mentem, és nem pedig a felvétel épület felé. Úgyhogy a Dalmandi felvétel épület most emiatt kimaradt. Az majd legközelebb. Meg hát ugye az elköszönés is, mert sietni kellett közben. Hát jelenleg teljesen kihalt az állomás, van ez a ingaszerelvény bent, meg mint hogyha ott a háttérben jönne valami tolatós. De ennyi. Hát a Ripőrónai az meg Pécsről fog jönni. Remélhetőleg már elindult, és nem fog az is egy órát késni. Hát igen, ha nem késett volna egy órát az engő, amivel idejöttem, akkor lett volna idő bőven még Dalmandon is szétnézni, meg körbefotózni az állomást. Hát így nem. Hát ez maradt legközelebbre. Úgyhogy akkor ennyi, akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd a következő bejáráson találkozunk. Fogom még a 49-es folytatni, de egyelőre időpontot nem tudok mondani, hogy mikor. Meg az sem, hogy honnan, mert lehet, hogy majd Kabókapusztától fogom folytatni, és elmegyek Tamásiig vagy Mezőhíd végig. Hát ennyi. Sziasztok!